Sajnos az a helyzet, hogy ebbe az építész dinasztiának én vagyok az utolsó élő tagja, legalábbis tudomásom szerint. A másik ágon nincsen építész, úgyhogy tulajdonképpen a dédapám, végsősorban a nagyapám is, utána apám és jó magam, illetve a bátyám is építész lett. Kiskorunktól fogva mi ugye otthon láttuk apánkat, ahogy dolgozott, és ez annyira meghatározó volt, hogy még véletlenül se jutott eszünkbe, hogy más szakmát válasszunk. Nagyapám Magyarországra küldték, mint a Pasteur Intézetnek volt a magyar, illetve a francia igazgatója, amikor megalakult Magyarországon Pasteur Intézet. Ebből olyan furcsaság jött ki, hogy tulajdonképpen az édesanyám az itt született Budapesten. A apám, akinek az apja katonatiszt volt, és kiküldték Bécsbe tovább képzésre, ő ott született Bécsbe. És aztán valami egész véletlen folytán valamikor összetalálkoztak egymással, úgyhogy tehát ennek folytán én ugyan világéletemben ilyen földhöz ragadt magyarnak tartom magamat, de ennek ellenére mondjuk bennem mondjuk magyar, francia, osztrák és lengyel vér folyik. Hát a Reisz Antal a tanszékvezető volt, tehát engem kifejezetten Halász Imre, azt hiszem Imrének hívták, tanított, aki utána 56-ba emigrált Amerikába, tudomásom szerint. Az egészben mondjuk a legérdekesebb az volt, hogy az egyetemen mi már akkor modernbe terveztünk, és a gyakorló építészek, mint jó apám is, még keményen görög-római stílusban csinálta éppen a egyetemnek a tervpályázatát, és nekünk modellt kellett csinálni, és akkor megnézte a tervet, amit én csináltam, aztán annyit mondott, hogy ez nem is olyan rossz. Ez volt apámnak a legnagyobb dicsérete, ennél nagyobb dicséretet tőle nem lehetett hallani. És utána szomorúan hozzátette, hogy miért terveztettek veletek modern épületet, amikor gyakorlatban nem lehet csinálni. Mielőtt fölvettek volna az ipartervbe, már egyetemet elvégeztem, és még előtte én a lakótervbe dolgoztam, ilyen fél munkaerőbe, és az akkori igazgató engem nem óhajtott véglegesíteni, úgyhogy ezt az időt felhasználva fél év alatt csináltunk 5 pályázatot még együtt, az apámmal, meg a bátyámmal. Úgyhogy az újságokban mindig úgy jelent már meg a dolog, hogy a Rimanóci családnak a pályázata. És ezután kerültem ugye az ipartervbe. Ezt azért mondtam, mert tulajdonképpen az első munkám, amit az ipartervbe csináltam, azt még az apámmal és a bátyámmal közösen pályázott és díjat nyert épület volt, az Óbudai kísérleti lakótelep, amit most Óbudán, múltkor néztük, a Selyem utcában létezik, és meg kell mondani, még mindig elég jó állapotban van. Ez volt az első épületem, és ugyanebben az időben, mert ez tulajdonképpen a mesteriskola az 2 évig tartott, és a mesteriskolás időszakban, ez alatt a 2 év alatt terveztem meg a Maros utca 13-i OTP foghíjat, és ugyanebben az időben terveztem a Vertes irodaházat is. Ezek voltak az első munkák, és talán ezért szeretem ezeket. Még annyit hozzátennék, hogy mondjuk a Maros utcának volt egy érdekes története, mert ezt ebben az időben terveztem, tehát 59-60-ban. Jóval később,
épült föl a ház, van 4 évvel később. Annak idején a beruházó az a Főber nevezetű cég volt, és az OTP részére készült a társasház. Miután itten elaludtak a munkába, illetve a építkezés úgy nézett ki, hogy nem lesz belőle semmi, közben megkapta az építési engedélyt, azt valahol elfektették, úgyhogy állt a ház, amikor rájöttek, hogy tulajdonképpen a teljes háznak az áttervezését javasolták az építési engedélybe, de miután már állt a ház, ezért megmaradt, mert különben egy nagyon, hogy úgy mondjam, egy sematikus ház lett volna, mert pont a tetejét akarta az engedélyező leszedni a házról, amit mondjuk nem szívesen csináltam volna, és csinálni egy egyszerű magas tetős házat belőle. Úgyhogy mondjuk így indult az egész szakma, és nagyjából a mesteriskola is így kezdődött. Világéletemben minden épületemet azt fölrajzoltam szabályosan, az, hogy mondjuk, hogy 1,70 x 1 méteres rajztáblán dolgoztam, tehát ehhez szoktam hozzá. Az a helyzet, hogy mondjuk az szó sincs arról, hogy mondjuk az ember egy építészirodában mondjuk kizárólag a szakmával foglalkozott mondjuk. Amíg nőtlen voltam, akkor természetes volt, mikor mesteriskolások voltunk, ugye, hogy este nem hazajártunk. Hát én mondjuk legény ember is voltam, és miután legény ember voltam, nekem volt egyedül pénzem. Úgyhogy mondjuk jártuk a budapesti bároktól a kocsmáig mindent. Meg kell mondani, zömében szakmáról beszéltünk. Abba a körben nagyon jó építészekkel találkoztam, mert a Szentrőinek a külön csoportjában ott volt az előző mesteriskolából 3 építész, a Gulyás Zoli, a Polonyi Karcsi és az Arnold Lajos. És az újak közé kerültem én be, 4-en voltunk, a Földesi Lajos, a Böjte Tamás, a Bíró Marci és jó magam. Tehát egy olyan ragyogó társaság volt, hogy az ember szívvel, lélekkel, pláne még ugye abban az időben még teljesen legény ember formában, kizárólag a szakmának éltünk, de tulajdonképpen valamennyien.